Lazanyét készítenek ennek az olasz étteremnek a konyhájában. Tipikus itáliai ételnek számít ez is, ahogy a pizza, a spagetti vagy a tiramisu. De nem csak ebből áll a talján konyha, rengeteg friss salátát, sajtokat, rizottot vagy épp tartalmas leveseket fogyasztanak, a tenger gyümölcseiből készült ételekről nem is beszélve. Az olaszok ragaszkodnak a hagyományokon alapuló receptekhez, amiket még a nagymama készített, ezzel is megőrizve az ételek eredetiségét. Nincs túl gondolva semmi. Matteo Constantini, aki egy helyi olasz éttermet üzemeltet, elmondta, hogy az olasz ételek titka az egyszerűségben rejlik. Friss fűszerekkel ízesítenek, megőrizve az alapanyagok természetes ízét, erre törekednek egy-egy finomság elkészítésekor. Rosmaring, bazsálikó, petrezseme, és mindig friss, nem annyira, mondjuk itt néz lehet találni mindig friss bazsálikon, de a legegyszerű, és nem túl intenzív szoktunk használni, mondjuk fokágyma is, de utána úgy kezdjük mindig, nekünk az alap az olaj, meg répa, ágyma, angol zeller. Ez körülbelül mindig, ez nekünk ez állap. Olaszországban régiónként változnak az ételek. Mivel az ország nagy kiterjedésű, a hegyektől a tengerpartig mindenféle tájegység megtalálható, ami biztosítja az ételek sokszínűségét. Ott van a víz, akkor van a tengeri erkentyű, van a dolomíti, van a lenti rész, és akkor ott tényleg van a extraszúz olívolaj, narancsok, mandarin. Minden van nálunk, meg a borok is, rengeteg fajta van. Az olasz konyha napját 2008 óta ünneplik minden évben január 17-én. Azért ezt a dátumot választották a világ legkedveltebb konyhájának, mert erre a napra esett remete Szent Antal ünnepe is. Olaszországban a szent, a háziállatok, a hentesek és a szalámi készítők védőszentje, valamint ezen a napon kezdődik az országban a farsangi időszak is.